Na, elvileg eljöttem oda, ahova küldtek. Jó néz ki ez is, mint valami óriás növény kinő a fából. Elvileg itt kéne megtalálnom ezt az otthonfát. Aha, itt vannak emberkék. Hát ez, ha ez az otthonfa, akkor ez egy elég érdekes ilyen gumós, gumónövényes otthonfa. Hellóka. Igen, megjöttem. Úgy nézek ki, mint egy szar darab. Mint a izébe. Ford Fairlane-be. Azt akartam mondani, úgy nézett ki, mint én, ugye? Hát, inkább azt mondtam volna, hogy úgy nézett ki, mint egy darab szar, de inkább, mint maga. Ez jól néz ki, az olyan, mint egy halnak a szája. Szeva. De itt ilyen madarak röfögnek. Nekem kell egy madár. Ott röpül. Hova kell mennem? Ott. Még ilyen messze? Azt hittem, már jó helyen vagyok. Miért kell nekem még ilyen messze mennem? Minden esetre a terep az szépen van egyébként megcsinálva mindenhol. Tehát tényleg azzal nincs probléma. Ami nekem problémám, hogy egyre túlzottan irányított a játék. Tehát, na, ilyen helyeken szoktak lenni azok a nagy böszme orszarvúszerű lények. Szóval, hogy nyílt világunknak semmiképpen nem mondanám. Igen, egy hatalmas világ van, az tény, de arra meg kell mennünk, amerre mondják, nem arra, amerre akarok. Vagy hát persze mehetnék bármerre, csak szart se érek vele, mert nagyjából nem lehet fejlődni, nem lehet semmit csinálni, hanem arra mész, amerre mondja a sztori. Hát jó, remélem, hogy... Jó, mondjuk az előbb is... Hoppá! Ez ilyen extra minit sikerült ugrani. Az előbb is erre panaszkodtam, aztán kiderült, hogy még a főcímig se jutottam el. Tehát azért jó esetben ez fog javulni. Wow, az ott micsoda? Ja, ezek gonoszok. És ott mit csináltok? Elkaptatok egy olyan szegény állatot? A jó anyátokat! Akkor játszunk olyat, hogy kinyírlak ezért titeket. Az állatot meg ne lőjem. Dögölj már meg, köcsögláda. Jajajajajajajaj, fussunk, szaladjunk. Valami fedezék mögé. Ó, belassult az idő. Hát, vannak még azért, hárman, négyen. Jön a ruhás. Elfogyott a muníció. Nem tudom, hogy azért fogok-e én bármit kapni, de szegénykét nem hagyhattam ott szenvedni. Rohagy már meg! Oké, szevasz! Még itt van két rohadék. Pusztuljatok! Ez az. Oké, okay, és akkor most? Ezt kiszabadítom és letépi a fejemet. Hálából. Szia, jöttem, hogy megmentselek. Hogy tudlak kiszabadítani, te szegény cukor? Sehogy? Legalább van egy kis loot, annak örülünk, de... Alapvetően szeretném ezt kiengedni, nem lehet? Ne tépd le a fejem, légy szíves. Aha, itt ezt meghekkeljük. Figyeld, kiengedlek, jó? Csak ne ölj meg addig. Nem engedi meghekkelni.
Hát ez szívás lesz, ha nem lehet kiszabadítani. Hát azért jöttem pedig. Önfeláldozóan. Mi a francot csinálja ezzel? Szétverjem. Na, most talán. Ez az, ez az, ez az. Na, mennyi? Szeva. Béke veled. Igazán nincs mit. Jó, az csak így kidönti a fákat. Na, ha már is sokkal jobban érzem magam, viszont akkor innentől kezdve tudom, hogy ezt kilövöm a francba, és akkor ő kiszabadul, aztán hát a letapossa az arcukat ezeknek a kis szarfejűeknek. Na, hát ettől most jobban érzem magam, hogy ezt kiszabadítottuk. Akkor megyünk tovább. Arra. Na, nem messze attól, ahol ezt a dinókát kiszabadítottam. Találtam egy ilyen jelölést, hogy egy ilyen számítógép terminál, meg elvileg egy ilyen növény is lesz, ugye ezek szokták adni a skillpontokat, vagy valami speckó tudást, úgyhogy ahhoz is el fogok menni, de itt próbáljunk meg egyet hackkelni. Elvileg... Na, miért nem megy? Elvileg... Nem, ez Zsák utca, de hülye vagyok. Elvileg ezekért is szoktak járni bónuszok. Na. Ígéretesnek tűnik. Nyugko ezt. Tök jó. Mindent trackkelünk. Oké, és akkor... Ami még érdekel... Jaj! Ez kívülről így néz ki, egy ilyen lelakott ilyen erőd, vagy ilyen minibázis. És ez a hol van? Húha, ott van, ami gonimászka? Meg kell találnom annak a másik forrását, azt oda szeretnék emelni, de ez biztos nem ez. Ez a számítógép állomás lenne? Nem, oda kéne fölmennem. Ez valami mást jelöl. Vagy hát francsa tudja, hogy ez mit jelöl. Na jó, mindegy, megkeresem azt a növényt, de ez is jól néz ki. Na, ott van lent az a kiszabadított hely, és ugye arra indultam el tovább, ott van az a kis computer terminál, meg ez a szikla, honnan észrevettem ezeket a lebegő köveket, és ha már itt voltam, akkor följöttem, és lehet, hogy megérte, mert hogy itt van megint egy ilyen növény, ugye ez volt az a az EUA-hoz csatlakozó növényke. Marha jó pofán van egyébként ez megcsinálva, tehát így ugrani is kell, meg ilyen kis liánokon, indákon mászkálni. Elvileg azt hiszem ez az, ami talán ilyen fix feature-öket ad, itt-ott-tam-ott, azokat az ilyen lokkolt, ilyen teljesen rögzített feature-öket, ezeket. Aha, és akkor most ezt kapom meg. Ja, hogy így kirángathatom a gyökér arcút a fülkéből. Ez szimpatikus, ezt szerintem meg fogjuk próbálni. Na, tök jó. Tehát akkor ezeket érdemes különösen körültekintően igénybe venni. Majd most elvileg már kettő ki van oldva, és még két skillpontot is ad. Tehát ugye skillpontokat amúgy is kapunk, egyelőre nem annyira vágom, hogy és miért, de ezek a növények, ezek kifejezetten hasznosak, és ugye amikor ott lent voltam, gondoltam, hogy azt megkeresem, de akkor így 2 in 1, mert amikor ott lent voltam annál a kiszabadító kis állomásnál ott, nem ott, bocs, hol, az előbb mutattam, most nem találom meg, mindjárt leesek, akkor írta, hogy ez a kis növényke van a közelben, és keressem meg. Hát akkor szerencsére ez volt az, és akkor megvan egy újabb feature, illetve még 2 skill pont, amit majd nem soká elosztogatunk. Most valahogy vissza kell jutnom ugyanígy, hogy ne törjem ki a nyakam, de ezek jó pofán vannak megoldva, ezek a dolgok, ez tetszik. Na, úgy Isten igazából nem is azt jelölte a térkép, ahol az előbb voltam, hanem ezt. Itt egy kisebb csapat ilyen Viper Wolf, vagy mi az Isten, megtámadott, ezek a ninja kutyák. Szerencsére abban a szempontból elég intelligensen viselkedik a történet, hát nem tudom mennyire valósághű, de egyet-kettőt ledurrantok, és a többi elmenekül. Tehát nem arról szó, hogy a teljesen agyatlanul az utolsó másodpercig támadnak.
Hát itt nekem valahogy fel kell jutnom. Ja, egyébként tudunk úszni. A víz alatt is. Mondjuk egyelőre ott nem nagyon találtam semmit. Hát ezek többé-kevésbé ügyességi, de inkább logikai feladványok, hogy megtaláljuk a fölfelé vezető utat, mert úgy olyan nagyon nem nehéz ugrálni, csak inkább azt kell megtalálni, hogy honnan hova. Nem feltétlenül vagyok benne biztos, hogy a legoptimálisabb helyen vagyok. Sőt, biztos, hogy nem. Jaj! Kár lenne, értem. Egyébként ide egyáltalán föl kell jönnöm. Vicces lesz, ha kiderül, hogy a gyökerét kellett volna megnéznem. Hát nagyon szuper, följöttem, és... Köszönjük szépen. Gondolom ez totál fölösleges volt. Mi a fene ez? Úgy egyébként. Igen, hát ezt értem. Na jó, hát megpróbálok rájönni, hogy mit kell csinálni. Jaj, úgy meghalás nélkül! Á, itt van. Egészen mázlis helyre sikerült leesnem. És itt skill pont. Szupsi. És akkor ebből majd szép nagy növény lesz. És itt csak egy van? Vagy sok ilyen van? Eltűnt. Aha, jó, akkor itt csak egy volt. Jó, hát ezt is azért jelzi a térkép, és akkor meg kell találni. Oda is jelez valamit. Nem tudom, az mi a fene, de lehet, hogy azért visszamegyek megnézni. Ez a Navi Camp mellett. Jó, hát szóval itt kicsit gyűjtögetek, felfedezek, aztán ezért úgy nagyjából haladok a küldetés felé is, de amit lehet, azt próbálom összeszedni. Már indultam visszafelé, hogy megnézzem azt a kis pöttyöt, ami még szimpatikusnak tűnt. És itt valami írdatlan fegyverropogást hallok. Tehát elvileg olyan területen is vannak változások, ahol egyszer már jártam. Vagy nem tudom, mi történik itt, de valami eléggé. És közben azt killpontjaimat elosztottam, és upgrade-eltem például olyat, hogy 40 íjam van most már, ami egyszerre kraftolható, és nem 20, ami mondjuk nem hátrány így küzdelmek során. Az a baj, hogy olyan bazi messze vannak ezek, és olyan mértékben fölé kell céloznom. Ezt most nem mondott el, belőttem. Ezt egyszer nem bírom eltenni, azt a gyökérládát. Ez az. Na és egyébként itt mi volt? Ezek kik és hogy és miért lődöztek? Van még itt valaki? És egyébként amit észrevettem, hogy ezeken átfutok, akkor legalább némi muníciót szoktak adni. Igen. Ez a rifle, ez ott, ahol egyszer találtam, az egy átmeneti cucc volt. Tehát szerintem valami állatra lődözhettek, mert ott éppen döntik a fákat az állatok. Szóval, hogy az a rifle, amit találtam, az szerintem csak valami átmeneti boost lehetett, vagy átmeneti cucc, mert aztán eltűnt az inventorimból, tehát igazából továbbra is ez a kis shotgun, vagy mi az Isten van, amit találtam még ott a dömpernél. Lehet, hogy később lesz fixen is ilyen fegyverem, de most még nincs. Hát nem tudom, ezek mire lődöztek, de valamire erősen lődöztek. Ismeretlen wildlife. Jó, hát akkor az lehet, hogy valami nagyobb cucc volt. Jó, mindegy, ledurrantottam őket. Jajaj! Valami jön. Igen, hát valószínűleg ezekre lődöztek. Aha, ez elégett szegény, vagy nem tudom mi van vele. Megrohadt, tönkrement. Na jó, de legalább már örülök, hogy végre egy kicsit aktívabb a kör. Jaj! Anyád! Anyád! Csak ennyien vagytok? Jaj! Lehet, hogy nem kellett volna segíteni a... Ott, mintha sikerült volna egy perfect kill. Ennél egy pillanatra felugrott. Nem vagyok benne biztos, hogy jól láttam, de minthogyha. Ez talán. Nem, csak rosszul láttam. Vagy ez? Egyik se. Már lootolni se tudok, az a jó. Ezt imádom, imádom, hogy az inventory az olyan rohadt kicsi, hogy nem igaz. Jó, hát szóval akkor valószínűleg ezek támadták meg őket is. Hát ennek most jó sok értelme volt, hogy megöltem azokat is, meg ezeket is. Na mindegy, nekem szabad, mert én helyi hülye vagyok, de nektek nem szabad. Jó, megyek tovább, azt próbálom boostolni magam. Ehhez fogok visszasétálni, nem ehhez, ahhoz fogok visszasétálni, nem tudom mi az. Na rosszul mondtam, szerencsére nem tűnt el ez a rifle. Ugye itt van ez a shotgun, és itt van ez a rifle is, ami...
Csak nem volt hozzárendelve egyik slotomhoz sem. Úgyhogy most hozzárendeltem, és a shotgun-t a 3-asra, mert az annyira nem szimpi. És a 2-esre ezt a rifle-t. És egyébként úgy látom, hogy mindegyik valamiféle moddokat is tud már kapni. Legalábbis jobbat, mert hogy már alapból van rajta, úgy látom, de még jobbakat tud kapni. Úgyhogy érdemes benézni néha ide a... Ezen van valami alapból. Ez volt a shotgun? Nem, ez volt az assault rifle. Oké. És a kis dobozkám, hát ez eléggé tele van, igen. És egyébként az a baj, hogy ezeket az íjakat is legyártottam ott teljesen fölöslegesen. És úgy emlékszem, hogy ledobni se engedte. De, itt engedi. Jó, hát ez elég szörnyű, hogy ezeket le kell dobnom, de kb. Nulla nyersanyag kellett a gyártásához. Úgyhogy nem egy giga nagy veszteség. Hány darabom van még? Még mindig van egy, az a 16-os, azt is ledobom. Na jó, aztán megyek tovább. Na, visszajöttem ehhez a koordinátához, amit itt kinéztem magamnak itt a vízparton, és úgy néz ki, hogy megérte, mert itt találtam egy barlangot itt a vízparton, és itt is egy ilyen kis növényke van. Itt fönt megtaláltam, és elvileg ez is akkor valószínűleg skill pont. És ezeket én szeretem gyűjtögetni. Hát ez is csak egy, de se baj, szép lassan mindent kioldunk, amit csak lehet. Úgyhogy, hát ahol haladunk, amerre elmegyünk, ott sokszor ilyen kis poikat megjelöl a térképen. Hát ezért érdemes ezt mindet csekkolni. Volt egy-két ilyen összetűzésem is azóta, ilyen kisebb-nagyobb bandákkal. Ott is ilyen pénzeket sikerült találni, töltényt, meg nem is tudom még micsodát. Úgyhogy végre egy kicsit aktívabb a terep. Tehát most már tényleg egy kicsit úgy érzem, hogy open world, tehát hogy megyek, amerre akarok. És egy kicsit tartalmasabb, kicsit interaktívabb, úgyhogy azért egy kicsit felülbírálnám a kritikáimat, hogy hát mondjuk az a két helikopter az ott egy picit belokkolt az égre. Azt nem sikerült valahogy mozgásra bírni. Felhők azok mozognak, ott megy az a nagy füst, szóval összességében a környezet az eléggé élő és aktív, és amerre mászkálok, azért itt-ott-tam ott mindenféle aktivizációs folyamatba bevonnak, hogy éppen egymást ölik a népek, vagy valami helyi vadállatot befogtak, és azt kiszabadítom, stb. 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 Úgy szerencsére mindig van mit tenni, és akkor most már az lesz, ezeket elvileg már csekkoltam, ezeket tudom, hogy micsodák, tehát most ismeretlen pont nincsen, és elvileg erre felé kell jönnöm a küldetésemmel, úgyhogy azt fogom folytatni. Na, van egy olyan questem is, sidequest, hogy folytassam a terület pucolást, tehát ezeket a kis környezetszennyező bázisoknak a lezúzását. És alapvetően nincs checkpointom ehhez, viszont a ilyen durrogást, ezt a kitermelő hangot próbálom követni. Úgy emlékszem, hogy ilyen hang volt az előzőnél is, és valami ilyesmi hang jön ebből az irányból. Úgyhogy megpróbálom hang alapján megtalálni a következő ilyen kitermelő bázist. Elvileg ott ilyen smognak kéne lennie, és rosszabbnak kéne lennie a levegőnek. De ezt most innen még nem látom. A lehető legjobb helyen tudok átkelni a folyón. Talán kis szerencsével erre lesz egy új ilyen környezet. Egyre hangosabb ez a zaj, igen. Nem tudom, a felvételen mennyire lesz hallható, de itt úgy egészen jól hallható a valóságban. Aha, igen, megvan. Itt ugye látható, hogy elhalt a környezet, tehát éhes vagy? Ne vicceljél már velem, mi vagy éhes? Szóval, hogy itt ilyen döglöttek a fák, és az egész környezet ilyen lepusztultabb, és akkor itt lesz megint egy ilyen környezetszennyező bázis. Hát ezt megpróbáljuk gyorsan felszámolni, és akkor szerintem ez lesz az epizód vége. Tehát igazából most kb. Csak annyi történt, hogy egy picit fejlődgettem skillekben. Ez az. És ezt hol látom én, hogy negyedik szintű. Aha, és én hányadik szintű vagyok? Negyedik. Hát tökéletes. Hát akkor nosza rajta. Itt látható, hogy elég csúnyán elbántak a környezettel, de ugye, mint már a korábbi bázis felszabadításból tudjuk, ez azonnal rendeződik. Jó lenne, ha ez így lenne a valóságban is.
hogy ahogy egy helyen bezár egy környezetszennyező üzem, perceken belül visszanő minden, és rendeződik a környezet, ez nagyon dicséretes lenne, de sajnos nem így van. Most egy kicsit bátrabb vagyok, nem biztos, hogy indokolt, hogy bátor vagyok. Az a baj, hogy még egy zoomnak iszonyatosan örülnék a fegyvereimre, mert az nincs. Hát ez azért már combosabb. Lószart se sebzek konkrétan. Ó, csesződjetek meg. Na és ilyenkor mi van? Negyedik szintű. És én is. Hát ez korrekt, akkor ezek szerint ilyen gyakran van save. Jó, hát akkor legalább egyben az is kiderít, hogy mi van, ha meghalunk. De elég sokat, elég combosan belelőttem, és eléggé nem történt semmi. Úgyhogy ez nem olyan nagyon szimpatikus. Lehet, hogy szar helyen találtam el. Azért a korábbiakba belelőttem, elég gyorsan elpusztultak, de ők itt nem. Jó, hát akkor taktikázni kell. Tehát ez nem az, hogy így berohanunk, az zúzunk, mert kis gyenge szarok vagyunk és kinyírnak. Ez a ruhás, akit először szeretnék itt oldalt lekátolni. Amúgy én szoktam szeretni ezeket az osonós, gyilkolós történeteket, de úgy, ha van hozzá megfelelő mennyiségű tűzerőm, és ezt itt azért némileg hiányolom, hogy őszinte legyek. Hát azért nem biztos, hogy olyan jó így besétálni ennek az arcába. Ez az. Na, ennek örülök. Igazából amennyire lehet ugye mindenkinek a gyenge pontját kell próbálni célozni, és hát ez értelemszerűen maga a fickó a fülkében. És ez most éppen kivételesen sikerült. Amúgy a másik helyen volt egy ilyen riadó sziréna, vagy nem tudom mi a szar, azt nem pontosan tudom még most, hogy micsoda. Remélem, hogy itt most nem fognak riadót fújni, mert ilyen negyedik szintű hullámban érkeznek majd a katonák, azt olyan nagyon nem fogom szeretni. Nincs egyébként sok őr, tehát annyira még nem durva a hely, mert mondjuk mit tudom én, van 3 személyes őr és mondjuk 2 ilyen ruhás. Vagy ott még van több katona? Lehetséges. Jó, hát igen, taktikázás, osonás, nem frontális nyílt színi küzdelem. Észrevettek. Aha, kicsit többen vannak azért. Hát odáig nem fogok tudni ellőni. Nagyon-nagyon sokat sebeznek ezek a szemétládák. Brutálisan sokat sebeznek. Nem fér bele az, hogy így beleállak a célkeresztbe. Jó, hát figyelj, nem baj az egyébként, hogyha okosan kell játszani és nem izomból. Az ott lefagyott? Vagy mi a szar? Közben az a baj, hogy innen is jön egy anyádat. Ez a Navisense azért ez jó, mert látom, hogy hol van, és amikor azt a rohadt. Na jó, hát ez nehezebb, de semmi baj. Hát vagy nehéz, vagy én vagyok béna. És akkor ilyenkor rezet? Aha, előről. Hűha! Jó, hát akkor lehet, hogy átugorjuk, hogy ne untassak nagyon mindenkit a bénázásommal. Egyőre semmi olyan extra feature-öm, hogy figyelemelterelés, vagy távcsöves nyílpuska. És a sebzésem az kritikán aluli. És most ezzel semmit nem értem, csak hogy felhergeltem mindenkit. Jaj! Basszus! És ez így fogja magát, és így idejön az arcomba. Most akartam fegyvert kreálni. Aha, jó, hát ezek nem szaroznak olyan nagyon. Én nem tudom, valahol még azt is olvastam, hogy az egy kritika is érte a játékot, hogy seg hülyék a katonák. És így kettőt rájuk lősz, és elfelejtenek, elmennek, stb. Hát nem tudom ezt hol és ki tapasztalta,
Mert engem kőkeményen becserkésznek, több oldalról bekerítenek. Tehát nem osztanám ezt a véleményt. Oké, hogy nem túl erősek, de ez a filmben is így volt, hogy ez a Navi, ez olyan rohadt erős, hogy szarrá lövi őket, ne ölj már meg, légy szíves! Tehát, hogy maga ez a Navi így, ez nagyon nagy, ugye, és erős. Tehát, hogy ez ellen mondjuk olyan nagyon sok minden nem tud tenni. De ennek ellenére nem mondanám őket seg hülyének. Tehát bekerítenek két oldalról, és támadnak folyamatosan. Tehát azt legalábbis nem mondanám, hogy elfelejtenek, ha rájuk lövök. Az is keres folyamatosan, és egészen jól keres, kicsit túl jól is keres. Srácok, és le lehetne szállni rólam. Kicsit bogyót gyűjtök, jó? Addig légy szíves, hagyjatok békén. Jó. Vannak még? Most talán egy picit jobban állunk. Igen, tudom, itt most meg kell semmisíteni ezeket az egységeket. Most egy picit, természetesen visszanéztem a korábbi videót, mikor vágtam. Természetesen megint fantasztikusan intelligens voltam, mikor az előző bázisnál nem tudtam, hogy mit kell csinálni. Olyan szinten átszellemülten próbáltam megoldani az akciót, hogy a bal felső sorokban rohadt nagy betűkkel írta, hogy mi a teendő. Éppen csak azt nem vettem észre, hogy a coolert kellett kilőni, meg a generátort azt hiszem, tehát egészen értelmesen és egyértelműen le volt írva minden. Tiszta gáz, rengetegszer szokott ez lenni, hogy a játék közben egy elkap a hév, és ilyen csőlátásom van, és egy középső területet nézem, és teljesen jóként van az információ a képernyőn, azt meg nem veszem észre, úgyhogy itt most már látom, tehát ott van a bal felső sarokban, jó sok minden, de az alsó vonatkozik csak ránk, hogy tegyem tönkre a generátort, az valahol nem itt volt, az oldalt volt, azt hiszem. Tehát a generátort, a hűtést kell kinyírni, és aztán még ott fönt majd azt a vészszelepet is belőni, és akkor megszüntetjük ezt a bázist is. Hát kicsit béna vagyok, hogy harmadszorra sikerül, sajnálom, de hát ez volt a generátor. Nem, ez még talán nem a generátor volt, azt hiszem az a generátor. Igen, a generátor az akkor megvan. Akkor a hűtést kell még tönkretenni. Az legalábbis az előbb azt kellett, cooling unit, azt hiszem az ő. De lehet, hogy ezt most hackkeléssel kell, szabotás. Aha, jó, akkor nem ugyanaz, mert a másiknál konkrétan szét kellett lőni. De akkor itt szabotálnom kell. Ó, hát ez elegáns, ennyi volt a szabotálás. Ja, igen, jó, ott is ez volt, és aztán most a vészhűtőrendszert szétlőni. És akkor az meg kell várni, hogy kinyíljon, beledurrantunk egyet. És akkor elvileg meg vagyunk. Hát harmadszori nekifutásnak, de legalább akkor még egy ilyen szennyező állomást felszámoltam. És ilyenkor csoda történik, és egyből újraéled a természet. És vissza foglalják az állatok is a terepet. Na, szuper. Hát akkor már kettő bázist kipucoltam, és akkor innen fogjuk folytatni legközelebb.